estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Tovább javul az ellátás a Kisvárdai Kórházban, idén a sebészet és a traumatológiai osztály fejlesztése is megtörténik. Többek között ezzel is foglalkozunk a mai alkalommal, nézzük a teljes kínálatot. Évértékelés. Kiváló évet zárt 2023-ban a Nyíregyházi Állatpark. Fejlesztések Kisvárdán. Bővülő eszköz a Szent Damián görögkatolikus kórházban. Választások előtt már javában készül a Mi Hazánk júniusra. Mozgalmas 2023-as évet zárt a Nyíregyházi Állatpark. A látogató szám az elmúlt évben is kiválóan alakult. Sok állatkölyök született, hamarosan pedig benkítja kapuit a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató. A részletekről Gajdos László, az állatpark igazgatója számol be stúdiumban. Jó estét kívánok, köszöntelek. Kezdjük hát Örülök, hogy itt vagyok. Én is. <laughs> Mivel kezdjünk? Hát azzal kezdjünk, hogy nem volt könnyű elindulni. Az kezdett nehéz, nagyon kacifántos volt a tavalyi év, és nem volt egyszerű a tavasz. És azt kell mondjam, a nyár meg olyan sajátosan alakult, nagyon sok külföldi vendégünk volt, és kevesebb hazai magyar vendég. Nagyon sokan jöttek Romániából, nagyon sokan jöttek Szlovákiából, és aztán ősszel érdekes módon megindultak a, a magyar látogatók, és nem tudom igazából okát, hogy nyáron miért fogták magukat vissza a, a, a honfitársaink, de ősszel meg télen nagyon sokan jöttek, és soha ilyen jó téli szezonja nem volt a nyíregyházi állatpartnak, úgyhogy én az elmúlt 26 évből mindig próbálok valami tendenciát ö, levonni, de nem lehet, mindig furcsán alakulnak mindig ö, a hullámzóan a dolgok, de a vége mindig az, hogy hál' Isten 500 ezer látogatót elérjük, mert az nekünk nagyon fontos. Talán, ahogy gondolom, az állatpartnak is nehézséget okozott a rezsiemelkedés, az infláció és a költségek hatalmas emelkedése. Lehet, hogy a látogatók is ugyanezzel gonddal küzdöttek. Nyárra kiderült, hogy ki tudták fizetni a rezsét, Igen, és fellélegezte. Nagyon, nagyon jól látod, Mártika. Gyakorlatilag ez történhetett, hogy spóroltak, spóroltak, aztán őszre kiderült talán, hogy, még, hogy csökkent a gázára, mégsem lesz olyan vadat a téli rezsé, és akkor nem tudjuk az Minden esetre minden jó, ha vége jó, és hát tényleg nagyon szép, több mint 500 ezer vendégünk volt a három szálloda, és nagyon szépen teljesített, és hát a, a parkállatállománya pedig különösen. Úgyhogy nagyon örülünk, mert nagyon sok olyan állatot tartunk mi már, amiből Európában nagyon kevés van van olyan állat, amiből néhány darab van, és az, az annyira egyházi állatparkban, tehát nagyon odafigyelünk, a közel száz faj fenntartó programban veszünk részt, nagyon odafigyelünk arra, hogy hogy valamit megőrizzünk az utókornak. A hát tavalyi év is egy valódi baby boom volt az állatban nagyon sok állatkölyök igen, született. Igen, és nem is egyszerű ma már, elhelyezni ezeket az állatokat, mert javarészt olyan állatok születnek nálunk, ami nagyon különleges, ritka állatok, és azt akármilyen állatkertbe nem adhatjuk oda, hanem az úgynevezett fajkoordinátorok keresnek helyet, ezért van az, hogy, hogy került Hongkongba, Dél-Amerikába tőlünk állat, de a Párizsi állatkertnek is adtunk állatot, úgyhogy büszkék vagyunk arra, hogy akármerre járunk a világba, most már van, van hazai ismerős, mert például a Dél-Amerikába utaztatott kis vízilovunk az, az, elvitte a hírünket. Akkor mondhatjuk, hogy a nemzetközi térképre is felkerült igen, a igen, igen, állatnak, nem csak országos mi, szinten. Igen, mindenképpen, és hát erre büszkék vagyunk. Tudományos munkát is folytattok? Igen, most egyre inkább és egyre többet, és ez, ez, ez megint nagyon ö, ö, lényeges. Ö, ö, elsősorban állatorvosaink, azok, akik ö, ilyen, rendszeresen járnak ö, nemzetközi konferenciákra, előadást tartani, ö, azokról a, ö, vannak olyan ö, sikeres beavatkozások, amiket ö, nálunk végeztek először, és ilyenkor akkor így ö, elterjed a szakmán belül hogy másnak már ö, ne legyen olyan bonyolult, egyszerűbb a történet. Mi is átveszünk természetesen mások tapasztalataiból, és az állatorvosok, de, ö, de hát a zoológusaink is ö, nagy számmal vannak jelen. Ö, az egyik kollégám az Európai Akvárium Szövetség ö, Csontos hal tagozatának a vezetője magyarul, a cápákon rájákon kívül hozzátartozik az óceánokban lévő valamennyi hal, és azok ö, ö, zárt körül tartásának ő a, a koordinátora. De hát a Zsuzsát, a mindenki ismeri, az ő egyik pedagógiai, Demonstrációs programját használják már Európa több állatkertjében, az általunk kiadott kiadványokat használják, lefordították több nyelvre, úgyhogy igyekszünk a szakmai vérkeringésben is jelen lenni. És hát most ezzel a, a dologgal, ami a Jégkorszak interaktív állatbemutató, meg azt reméljük, hogy, hogy egy olyat dobunk, ami ami Európában is egyedülálló lesz. Ugye hát eleve ez Magyarország eddigi legnagyobb vidéki állatkerti beruházása, ami a Modern Városok Program keretében jött létre. És hát megpróbáltunk olyat létrehozni, ami már egy kicsit túlmutat a klasszikus állatkerti gyakorlaton. Természetesen bemutatunk különleges állatokat, hát egy titkot elárulok, például pingvimből három félét is. Bemutatjuk a királypingvint, vagy szikrogro Pingvint, akiknek külön minuszus fűtött terük lesz, de a jegesmedvéknek is olyan helyet építettünk, hogy nyáron lehessen hűteni ami nem gyakorlat Európában, ez lesz az első ilyen hely, hogy olyan terem lesz a de visszaugrunk néhány tízezer évet az utolsó jégkorszakhoz is, szeretnénk onnan is megvillantani valamit, természetesen élő állatot nem, de az élőhöz Megszólalásig hasonló állatokat bemutatunk, úgyhogy ott lesznek meglepetés állatok, életnagyságú mamut és társai, és hát nagyon sok, hát vagy két hektár az egész terület, amit bejárunk a jégkorszakkal kapcsolatban, és hát lesz egy látványos sodró folyó is, egy száguldó folyó, ami fatörzsbe, ha beleül valaki, akkor végig száguldhat az állatbemutatókon egy, egy vizes csatornában. Én is. Gondolom, nem csak családoknak fantasztikus élmény ez, de egy nagyon komoly és nagyon kiváló oktatási terep is lehet. Igen, ez, ez nekünk nagyon fontos, hogy több ezer gyerek tanulnálunk ilyen vagy olyan formában. És hát itt most külön hangsúlyt fektetünk, az is a az is a, a, jégkorszaknak az egyik szlogenje, hogy, hogy ugye megújul a természet, nagyon fontos, hogy ugye tudjuk, hogy a globális felmelegedés miatt egyre csökken a jégt, akkor ez jelentősen befolyásolja a föld élővilágát és a, a vízgazdálkodását is az óceánokban. Tehát mi erre szeretnénk felhívni a figyelmet, nagyon sok olyan demonstrációs lehetőség lesz, és modern formában is, amit fognak élvezni szerintem nem csak a kicsik, a nagyok is, és játszva tanulnak majd. Élő kapcsolata van a ház -állatparknak a különböző oktatási intézmények? Igen, nagyon sok intézménybe eljárunk, meg, meg hát nagyon sok tanfolyamot is szervezünk, továbbképzések voltak óvónőknek, tanároknak, mert az ez egy speciális terep, arról nem beszélve, hogy nagyon szoros a kapcsolat a Nyíregyházi Egyetemmel, a terepgyakorlatokat nálunk tartják, illetve órát adnak oktatóink, vagy munkatársaim ott oktatóként. De hát az ország jeles egyetemeivel szinte minden van kapcsolatunk, nagyon sokan készítik nálunk a szakdolgozatukat. És hát annyi, olyan diatos mostanában az élmény alapú oktatás fogalmai. Igen, hát nálunk gondolom, ez tökéletes, ennél... mert ennél nagyobb élmény nincs, mert, mint hogy, hogy előtte üvölt az oroszlán, vagy, vagy érzed az elefántrágya szagát. Tehát ez nagyon, nagyon kézzelfogható, ha valaki hozzánk Járnak egyébként nyári gyakorlatra. Hozzánk most afrikai hallgatók vannak az egyetemről, akik, akik mondjuk ebbe az időben nem boldogok, de az, hogy, de hogy olyan a jég, állatok a jég, körül jég vannak, akiket ismernek otthonról, az fontos. Mm. Meddig lehet még fejleszteni az állatparkot? Hát a végtelenségig, de, de azért most egy kicsit megpihenünk nagyon fontos, hogy, hogy, hát már az első állatházak is 25 évesek, amiket építettünk, azokat is fel kell újítani, tehát már most feltétlenül új bemutatókat egy jó darabig nem akarunk csinálni, hanem a régieket akarjuk korszerűsíteni, megújítani. Elültettünk tízezer fát, amire nagyon büszkék vagyunk, tehát szeretnénk az erdőt is kicsi, nem túl jó erdő az egyébként, tehát az, az erdővel gazdálkodni kell, és most igyekszünk olyan minőségű fafajokkal megifítani az erdőt, ami a következő évtizedekben egy egészen más hangulatot ad a, annak a 35 hektárnak, hogy Sóston. Ugyanakkor azt gondolom, hogy minden fejlesztés során az egyik legfontosabb szempont, hogy épp az a. Varázsa maradjon meg a Sóstói Állat igen, Parknak. Igen hogy, állatpark, hogy, igen. igen, hogy állatbarát és az eredeti igen. környezethez hasonló. Ezt mindenképpen módon. szeretnénk, és most is úgy épültek fel a kifutók, meg hát megkaptuk a családbarát park minősítésen akadálymentes teljesen a park, tehát ezekre azért büszkék vagyunk, hogy, hogy családok egymásnak ajánlanak bennünket, mint egy jó családi program. És hát egyébként úgy tudom, hogy jótékonysági célú hát, is hát szoktak az az, az, az mindig, azban mindig igyekszünk jelen lenni. Idén azt most úgy oldottuk meg, hogy egy, egy orvos szervezettel összefogva kárpátaljai gyerekeknek adtunk karácsonyi ajándékokat, azon túl, hogy több ezer Uh, ukrán gyermeket fogadtunk uh, nyáron kikapcsolódásként, állatkerti látogatóként Most uh, összeírhatták a, a gyerekek, hogy mit kérnek, és akkor uh, néhány gyereknek a Nyíregyházi Állatpark adott karácsonyi ajándékot. Nagyon nagy uh, sikere volt ennek. Idén is lesz 100 forintos belépés? Idén még nem tudom, hogy uh, hogy alakul, de de eddig minden évben volt. Uh, Valamilyen kedvezményes akció. A, a, az biztos, hogy a fogyatékkal élőknek szeptemberben most is megcsináljuk az ingyenes belépést és a napot, és aztán majd meglátjuk, hogy jutunk el a, a karácsonyig, mert hát ugye csak akkor tudunk ilyen nagy jótékonyságot csinálni, hogyha jó sikerül a szezon. És bizony <hállt> idén a jégkorszakot azon túl, hogy átadjuk, fenn is kell tartani, ami jelentős költség, és nem akarunk az év első felébe semmiképpen árat emelni, június 30-ig semmiképpen, hogy a nyíregyháziak, a megyében élők tudjanak eljönni még a tavalyi áron, és utána sem egy 10%-os áremelést tervezünk, tehát nem egy nagyot, de hát muszáj, hogy hogy meglegyünk, és hogyha ez mind összejön meg, meg kellő látogató szám, akkor utána lehet karácsony előtt egy jótékonysági napot is szervezni. Mikor Mikortól lesz látogatható? Egykor? Májusban már szeretnénk fogadni a látogatókat. Én remélem, hogy ez az év is legalább olyan sikeres lesz, mint a Ó, hát így -as. 23 as Az évvége egyébként jól sikerült? Igen. Mert hogy igen. Pont, ma, pont, ma, hallottam a hírekben, hogy Nyíregyháza volt az egyik célpont az év végén, a szilvesztertájékán. Na, nagyon Gondolom, sokan hogy jöttek. hogy ebben igen. nagy vonzerű az állat Nagyon kert. sokan jöttek, nagyon sokan voltak, úgyhogy nagyon örülök. Még január 1 is. Tehát voltak, akik korán keltek és jöttek a parkba. Gajdos László, köszönjük szépen, hogy beszámolt ezekről nekünk. Nagyon szívesen. És további sikereket kívánok. Köszönjük. A sebészet és a traumatológia fejlesztésén dolgozik 2024-ben a Kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház. Az intézményben jelentős beruházás sorozat zajlott tavaly. Ezeknek köszönhetően teljes körűen megújult a központi laboratórium és több szakrendelő is a kórházban. Modern körülmények, korszerű berendezések. Teljes körű felújításon esett át a Kisvárdai Kórház központi laboratóriuma. A fejlesztés 2023-ban ért véget. 2023-as év azért volt számunkra fontos, mert egy kicsit úgy mondhatnám, hogy normalizálódtunk. Három év Covid ellátása után a 2023-as év már arról szólt, hogy kezdjünk visszatérni a 2019, illetve a korábbi évek egészségügyi ellátásához, ami kórházunkban is történt, ami kórházunkban is folyt, és elindult 2023. februárjában a teljesítmény finanszírozás. Ez egy alapvető változás volt az életünkben. Ez azt jelentette, hogy a kórházi fekvőbeteg tásunkat, járóbeteg ellátásunkat vissza kellett fejleszteni arra a szintre, ami a COVID 2019-es év volt. Ez az elején ez nagyon nehezen ment számunkra, és nagy zökkenőkkel indultunk, de azt gondolom, hogy teltek a hónapok, már a tavaszi időszakra már egyre jobban ráhangulottunk erre, illetve minden munkatársunk megértette ennek a fontosságát. 2023 ezen túl pedig azért is fontos volt, mert az egyik nagy beruházásunknak a befejezéséhez értünk. Ez a nagy beruházásunk a laboratóriumunknak volt egy teljes körű felújítása. Ez négy éves projektnek az zárását jelentette miért fontos az ember számára egy ilyen projekt, mert négy éven keresztül küzdöttünk azért, hogy egyrészt a projektet megnyerjük, a pályázatot megnyerjük, és utána ezt biztonsággal végre tudjuk hajtani, és a laboratórium pedig egy alapkészség a kórház számára, tehát hogyha nincs laboratóriumunk, akkor az egész ellátásunk egy kicsit hiányt és csorbát szenved, és a szokásos gondolkodásunk mentén haladtunk, nem csak a laboratórium eszközöket, automatákat tudtuk lecserélni, hanem megújítottuk a laboratóriumnak a kubatóreális építészeti feltételeit is. Ez az egyik része annak, hogy a laboratóriumban dolgozó munkatársak itt maradjanak hosszú távon, pedig egy olyan hátteret biztosítsunk számukra, amely biztonságos munkakörülményeket és kedvező munkakörülményeket teremtett az itt dolgozó munkatársainknak. Több szakrendelő felújítása is véget ért 2023-ban. Májusban még munkaterület volt a fülorgégészet, novemberben pedig több részleggel együtt adták át a korszerűbb rendelőket. Volt egy sikeres efop pályázatunk, amely hazai forrás, hazai Európai Uniós forrásra támaszkodva a járóbeteg szakrendelőknek még a nem felújított részeit célozta meg. Itt a fülorgégészet, a szülészetnőgyógyászat szakrendelőjét, illetve a gyermek szakrendelőket tudtuk megújítani, és ehhez kapcsolódóan az adott szakmáknak az eszközeit is lecseréltük. Én azt gondolom, hogy most ott tartunk, hogy már nem túl sok az az eszköz számunkra, amit cserélnünk, illetve fejlesztenünk kellene, de ezek a források hozzásegítettek ahhoz, hogy a kompletálódjon a kórház, és a, ezeknek az elmaradt szakmáknak is a, az eszközhiányait tudtuk pótolni. Én azt gondolom, hogy például a szülészetnőgyugyászat esetében van egy nagyon fontos mutatószám, ez a szülések száma, és a 2023-ban 801 szülésünk volt, ez egy évvel korábban 729 volt, tehát gyakorlatilag 70, 71 szüléssel többet hajtottunk végre ebben a kórházban, ami nagyon fontos, mert nagyon sokan jönnek hozzánk más területről is, Akár azokról a területekről is, amelyek nem közvetlenül a kórházunknak az ellátási területe. És ez elismeri a munkánkat, elismeri a szakemberénknek, a szakdolgozóinknak a munkáját, tudását és hozzáállását, illetve azt is, hogy egy szülészeti szakrendelő milyen körülmények között tud dolgozni, illetve későbbiekben pedig maga az osztály milyen körülmények között tud működni. A kisvárdai kórházban közel 900 munkavállaló dolgozik jelenleg. Az egészségügyi intézményekre országszerte jellemző szakemberhiány itt nem okoz problémát. Ez egy nagyon-nagyon nagy probléma Magyarországon, és nem csak Magyarországon, hanem sajnos Európában, bármelyik irányba, keletre vagy nyugatra tekintünk, mindenhol az egészségügyben dolgozók száma csökken és folyamatosan csökken. Kisfárdán a Szent görögkatolikus Kórházban, ami nekünk nagy erősségünk az, hogy ápolói területen, szakdolgozói területen gyakorlatilag nincs hiányunk. Tehát már most a felvételek során, akik most jelentkeztek hozzánk, nem is tudtuk őket közvetlen azonnal fölvenni, hanem egyfajta várólistát kellett erre is föl hogy ezeket a szakdolgozókat a későbbiekbe fölvegyük. Mi ennek az oka, vagy mit teszünk ezért? Nagyon sok képző helyjel kapcsolatban állunk, és nagyon sokan ide hozzák ezeket a képzéseket, vagy kórházon belül zajlanak az elméleti képzés is, de a gyakorlati képzések jelentős részét itt mi lefolytatjuk, és azokból, akik ezeken a képzéseken tudtak már végezni, akkor látjuk már a gyakorlat során is, hogy ki az, aki alkalmas, ki az, aki ápolónak teremtődött, és ki az, aki ennek egy nagyon megfelelő, megfelelő hivatást választva, vagy itt nálunk is tud munkát végezni, így nincs gondunk. Orvosi területen pedig vannak hiányosságaink, de ezeket folyamatosan próbáljuk orvosolni, és folyamatosan próbáljuk kérdetni ezeket az állásainkat. Most az a jellemző, hogy például a szülészetnőgyógyászat területén új főorvos kell választanunk, akit már meg is találtunk, gyermekgyógyászati osztály élére is keresünk új vezetőt, ott is már kialakulóban van, hogy kivel tudunk valószínűleg tovább gondolkodni, tovább dolgozni együtt, és ezek mind jó jó tendenciák, tehát azt mutatják, hogy a kórházunk kedvelt és elismert, illetve egyházi kórház révén pedig ez egy olyan többlet erő, többlet dolog, ami miatt sokan szívesen jönnek hozzánk dolgozni is, és betegként is. Bár határ mentén vagyunk az országnak a keleti végében, de mint egyházi kórházként nagyon szoros a kapcsolatunk a többi Budapesten működő egyházi kórházakkal, rendszeres a találkozás, rendszeres az egyeztetés, és olyan közös dolgokat tervezünk, amely még szorosabbra, fonja ezt a együttműködésünket, de nagyon fontos, hogyha szakmán belül maradok, akkor a szabolcs már bereg vármegyei oktatókórházzal való együttműködésünk is, akikhez közvetlenül tudunk beteget irányítani, illetve a Debrecen Egyetemet is meg kell említenem, és ami nekünk nagy büszkeségünk az, hogy a határon túli kórházak és egy szoros kapcsolatot építettünk ki. Egyrészt ezt most a háborús helyzetben is tudjuk őket segíteni, támogatni, Ukrajna vonatkozásában, de Romániában, illetve Szlovákiában is van olyan partnerkórház, akikkel együtt dolgozunk. A hétköznapokban is akár, de a közös projektfejlesztéseinket is együtt tudjuk megtenni. Ha nem tudjuk a munkánkat mérni, akkor gyakorlatilag nem tudjuk feltétlenül, hogy mit is csinálunk pontosan, és már több éve folytatjuk azt, hogy a betegeink véleményét kérdőívek során, vagy kérdőívek segítségével kikérdezzük, megkérdezik őket, és ők szabadon elmondhatják, természetesen név nélkül nyilatkozhatnak a pozitív és a negatív vélemény is. Ez azért fontos, mert azok a területek is, amelyek fejlesztésre szorulnak, akkor így a beteg szemszögéből is rávilágításra kerül, és ki tudjuk javítani azokat a hibáinkat esetlegesen, amik a működésünk során felmerülnek, illetve a betegek számára is fontos, hogy kifejezzék a véleményüket, és leginkább annak körülünk természetesen, ha ez pozitív visszajelzés, meg tudjuk mutatni a munkatársainknak is, hogy van a munkánknak értelme, és fontos az, amiért dolgozunk, hogy a betegek elégedetten távoznak tőlünk, de ha valamilyen észrevételük van, akkor ezen keresztül akkor ezt megtehetik, és akkor mi erre tudunk reagálni. 2024 viszi tovább a 23-as teljesítmény finanszírozásnak a erőségeit. Egyre több a betegbáramlás, amire nekünk ezzel a meglévő létszámunkkal biztonságot teremtve kell ellátást nyújtanunk. Azt gondolom, hogy ebben képesek és alkalmas vagyunk, vagyunk erre a kihívásra. 2024-ben is már gondolkoztunk azon, hogy milyen területeinket kellene fejleszteni. Építési terveket készítettünk a sebészet és a traumatológiai osztályoknak a felújítására. Beadtunk több pályázat már ezeknek a területeknek a felújítására, illetve a kórházi zöld terület lenne majd megcélzott még, hogy ott is egy kis változtatást, újítást tudjunk végrehajtani. Most kezdenek megnyílni az Európai Uniós források is. Reméljük, hogy ebben a további eszközfejlesztésekhez, épületfelújításokhoz és akár a képzésekhez is tudunk majd forrás nyerni. Ezzel pedig a kórházunk azt a szerepet, amit betölt itt határmentén, még biztonságosabbá tehetjük. A Mi Hazánk mozgalom célja, hogy a legfelkészültebb ellenzéki párt legyen a júniusi önkormányzati és európai parlamenti választások során. Hogy mit is jelent ez, és hogy milyen aktuális problémákat kell megoldani minél előbb országos és régiós szinten, arról a párt alelnökét, országgyűlési képviselőjét, Apáti Istvánt kérdezem, Jó estét kívánok, köszönöm. Jó, estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a nézőket. Na hát akkor vágjunk is bele, hogy mik azok az igazán aktuális és húsba vágó kérdések, amire a Mi Hazánk Mozgalom nagy hangsúlyt fektet a kampány során. Először a megye, vagy a vármegye, a szabó szatmár Berek vármegye nehéz helyzetéről beszélnék. Itt gyakorlatilag címszavakban haladva kiemelném egyrészt a munkahelyteremtés fontosságát, a munkakörülmények és kiemelt súlyjal a munkabérek Javításának, növelésének fontos szélkitűzését. A megye különösen nehéz egészségügyi helyzetének szabad szemmel is óvatható mértékű javítását, de valójuk be őszintén, sokszor a meglévő ellátási szint megtartásáért is, ha úgy tetszik, politikai közelharcot kell vívni. És hát ide sorolható szintén nehéz helyzetben lévő oktatás, illetőleg annak a hangsúlyozása, amit persze ellenzékből egyelőre a kommunikáció, az ötletfelvetés és a probléma megoldás javaslat szintjére tudunk elvinni, hogy teljes evolúciós, gazdaság evolúciós zsákutcába vezeti az országot a kormányzat, egyébként országos szinten és megyei szinten is. Sőt, itt rögtön mondanám a szomszéd vármegyét, Hajdubihar hiszen Debrecen környéke, Nyíregyháza környékével együtt, úgy látszik, hogy akkumulátorgyár lerakadtá válik, és Egyszer már eljátszották velünk az elmúlt, mondjuk 80-90 esztendő, vagy az elmúlt 100 éven belül, hogy iparos, iparosítani akarták erőszakosan az országot és a megyét. Ugye emlékszünk erre a nagyon rossz emlékű vas és acél országába akarták tenni Magyarországot. Ez különösen Szabolcsvár megyében egy óriási tévedés és zsákutca, hiszen nem kell hozzá egyetemi diploma hogy meg tudjuk állapítani, hogy Isten adta mezőgazdasági adottságokkal rendelkezünk. Éppen ezért a mi hazánknak az a javaslata, hogy a mezőgazdasági feldolgozóipart kellene telepíteni országszerte, és különösen ebbe a megyébe is, hiszen ez egy fellegvára lehetne ez a megye ennek az országnak. Gyakorlatilag az itt megtermelt alapanyagokat helyben feldolgozva, részben belföldön, részben külföldön értékesítve lehetne érdemi profithoz juttatni egyrészt a költségvetést, másrészt azokat a gazdákat, akik sokszor a, a látszat csal alapon egyáltalán nincsenek olyan jó helyzetben, mint hogy esetleg a külvilág hiszi, és sokszor élethalálharcot vívnak a megélhetésért, hiszen a 2020-as Covid nevi világprojekt óta olyan körülmények következtek, olyan körülmények álltak be, különös tekintettel az inflációra, oly mértékben megnőttek az input anyagok árai, megdrágult a gázolaj, megdrágult a vegyszer, a műtrágya, sokszor a silány is, és hogy mértékben még növekedtek a munkabérek, ehhez képest pedig a felvásárlási árak alig változtak, hogy egyre kisebb haszonért tudnak dolgozni a magyar gazdák, egészen a, mondjuk a megye keleti szegletétől nyíregyháza környékéig bezárólag, legyen az zöldséggyümölcs szántóföldi kultúra vagy állattartás, már amennyi állattartás még megmaradt, azt látjuk, hogy nagyon komoly nehézségekkel küzdenek. Az is egyértelmű, hogy Németországban ez hol vezetett, hiszen Németország most már olyan mértékben sanyargatja a gazdákat a globalista terror jegyében, hogy az ottani gazdák példamutató módon kivonultak az utcákra, és a saját kezükbe vették a sorsuk irányítását és a jövőjük megmentését. Jelzem, hogy ide bekapcsolna vészcsengőt a magyar gazdák, a szabolcsi, a szatmár és a beregi gazdák számára is, hiszen folyamatosan minden egyes lépéssel abba az irányba haladunk, hogy az agráriumban is néhány globális nagyvállalat agrár eh, nagyvállalat maradjon csak állva, eh, és legfeljebb beszállítók, vagy megtűrt inosok legyenek eh, a nemzetállamok gazdálkodói. A megye túlélésének kulcsa az agrárium, és az erre települő mezőgazdasági feldolgozóipar, minden ezzel ellenkező erőszakos iparosítás, főleg a kínai multik, a kínai akkumulátorgyárak eh, szolgálatjuk kiszolgálása, az hosszú távon teszi tönkre eh, szaborszak már vármegyét, arról nem beszélve, hogy döntő többségében, és ezen is felemeljük a szavunkat, a vendégmunkás behozatal történik, és az sem igaz, hogy csak olyan munkahelyekre, ahol nincs magyar munkaerő, országszerte jellemző, és valószínűleg Szabolcs megyes lesz, Vármegyes lesz ez aló kivétel, hogy a státuszban lévő magyar munkavállalókat is egyre több helyen kirúgják, és bangladesieket, pakisztániakat, indiaiakat, filipinókat, meg ki tudja még, hogy milyen országból kiket hoznak ide annak érdekében, hogy ők végezzék el ezt a munkát. Ennek az lesz a vége, hogy megtörténik először a Magyarország és a megye foglalkoztatási térképének átrajzolása, aztán pedig történik egy csendes, vagy nem is annyira csendes lakosságcsere, hiszen ezzel párhuzamosan egyre többen fognak a megyéből és az ország más szegletéből Nyugat-Európába vándorolni, miközben beáramlik az a harmadik, negyedik világbeli embertömeg, amely idegen kultúrájú, amely nem beszél magyarul, és nyilván mi sem beszéljük ezeket az igen ritka nyelveket. Rohamosan fog romlani a közbiztonság, továbbá a közlekedés, az egészségügyi infrastruktúra nem tudja lekövetni ezeket a növekményeket. Gondoljunk abba bele, hogy a Nyíregyháza, nyíregyházató nem túl távol fekvő Debrecen lakosság száma hamarosan 300 ezer fölé fog nőni. Első lépésben 22 és 50 ezer közötti lakosságszám növekedésről beszélünk, képtelenség ehhez igazítani a város infrastruktúráját, ez egyébként Nyíregyházára áthúzódó hatással is lesz. És csak halkan jegyezném meg, hogy ami történik Nyíregyháza környékén is, akkumulátorgyár ügyben, a szorosan összefügg azzal, hogy kimondva vagy kimondatlanul a kínai hitelfolyósítás feltételeül szabott akkumulátorgyár telepítés történik. Ha bevallja a kormányzat, ha nem, egyszerű a megközelítés, akkor lesznek kínai hitelek, ha jöhetnek a kínai beruházások, hiszen súlyos forráshiány van, és igen nehéz, nehéz helyzetben van a költséget, és sokkal nehezebben, mint ahogy arról a, a kormány meghatároz emberei beszélnek. A Mi Hazánk Mozgalomnak mennyire konkrét a programja ezekre a, program, ezekre, ezekre, a nagyon súlyos problémákra, amiket megfogalmazott? Nagy nélkül Igyenek, én mindenképpen nem akarok nagy képüsködni. Nagy képviselő nélkül elő kellő önbizalommal ott tartunk, hogy szinte nekünk van erre programunk. Amennyire egy ellenzéki párt megteheti azt, hogy felveti a problémákat, felismeri a problémákat, és nem csak arról beszél, amit egyébként sok tisztességes magyar ember magától is tud, hanem a sokkal nehezebbet a megoldást is tudná, hiszen mindig az a nehéz, hogy könnyű felvetni, könnyű elmondani, hogy mi a baj, mi nem jó, mit kellene másként, de az, hogy hogyan milyen módon kellene másként kormányozni ezt az országot, azt már sokkal kevesebb ellenzéki párt mondja el. Baloldalon általában hiányzik is ez az ötlet, ők eljutnak az Európai Egyesült Államok gondolatáig, meg nem tudom, valamilyen de apró pénzre váltva már nem tudják azt elmondani, hogy például az akkumulátorgyárak helyett mit akarnának. Én ugye ez semmit. Elmondani? Három percünk maradt. E... hogy el tudná mondani, hogy mi a konkrét elképzelése például az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos megoldásra? Ezt már egyébként az előzőekben kiveséztem. A feldolgozóipar, az igazdasági feldolgozó iparüzemeket telepíteni az akkumulátorgyárak helyett, ez az egyik. A másik pedig a magyar költségvetési forrásokat, mert jelzem, hogy van pénz, és sokkal igazságosabban, sokkal több mindenre jutna, ha a korrupció feneketlen nem tűnne el, nem állítom azt, hogy egyik pillanatról a másikra a svájci egészségügyi tudna biztosítani a mi hazánk mozgalom, de hogy a korrupció jelentés megfékezésével, és mondjuk a kormányzati propagandától és egyéb haszontalan tevékenységektől, amelyek csak egy szűk kör érdekét szolgálják, átcsoportosítanánk a forrásokat az egészségügyre és az oktatásra, akkor minden évben egyel több, egyre több és egyre nagyobb lépést tudnánk tenni, vagy egyel több és egyre nagyobb lépést abba az irányba hogy színvonalasabb egészségügyi ellátás és színvonalasabb oktatás legyen a megyében. Hát, hogyha a fontossági sorrendet, ami hazánk úgy állítaná fel, ahogy arra a Fidesz és a baloldal az elmúlt 33 évben képtelen volt, akkor már önmagában ezzel egy nagy lépést tennénk előre, illetőleg megállítanánk a vendégmunkások behozatanát, és a forrásokat abba az irányba használnánk fel, hogy lehetőleg minél több embert tartsunk itt az országban, akik el, nem mentek el, azok lehetőleg maradjanak itt induló vállalkozások támogatása adómentességgel, adókedvezményekkel, nem a nagyvállalatokat tám kellene támogatni, hanem azokat a mikro, kis és középvállalkozásokat, akik ö, körülbelül a haldoklás stációjában vannak, vagy éppen most kezdenek a működésüket. 20 millió forint körül összeget fordítottak a 2015 előtti kormányok egy multinál, multinál, egy munkahely, egy állás, egy státusz megteremtésére. E, 26 millió körül van a 2000 10 óta kiszámolható éves átlagos fejenként összeg. Magyarán az Orbán kormányok többet fordítottak egy multi álláshelyteremtésére, mint a 2010 előtti szélső-baloldali kormányok. Hát ezeket a forrásokat át kellene a, a magyar vállalkozásokhoz, és a nemzeti és osztály megteremtését akár még jól is lehetne csinálni. A mi hazánk, hogyha erre ügydöntő hatáskör lenne, úgy csinálná, az élni és élni hagyni jegyében, hogy szétteríteni a lehetőséget az előbb elmondottaknak megfelelően, amely nem is feltétlenül jogalkotás, hanem egyszerű pályázati kiírás kérdése, hogy az adott, adott esetben megmenekülés jelentő működési forrásokhoz és fejlesztési pénzekhez, legyen az kisebb összeg vagy akár jelentősebb összeg, a pályázati kiírás megszövegezése szintjén is hozzá tudjanak férni azok a kis vállalkozások, akik már el sem olvasnak egy ilyen kérdést, úgyis tudják, hogy testre szabott és csak Fidesz közeli vállalkozók kaphatják meg, hiszen arra kellene végre rájönnie a magyar kormánynak, hogy bár mondom, akár szép gondolat is lehet a nemzeti tők és osztály megteremtése, és akár lehetne jól is csinálni, de 5-6 vagy 7-8 fő még az általános iskolában sem osztály, nemhogy össztársadalmi szinten nem egy helyre csoportosítani évente több ezer milliárd forintot, hanem ezt szétteríteni. Így kell nekem, hogy Máté Szalkától Sopronig sokkal több tisztességes magyar ember maradna, itt sokkal több vállalkozás maradna talpon, sokkal több új vállalkozás kezdeni el a működését. Ahelyett, ami most történik, hogy vendégmunkásokra lecserélik a magyar vállalkozókat, és elsősorban ugye a magyar munkavállalókat. Tehát megvannak azok a konkrét megoldások, amelyeket alkalmaznánk. Az a kérdés, hogy első lépcsőként a június 9 i választásokon tudunk egy olyan elendőletet venni, amely 2026 ig kitartván mondjuk oda, odáig eljut, hogy megkerülhetetlen tényezővé válik a mi hazánk mozgalom. Ha ez megtörténik, ha ezt a következő 2 és fél évben, most már kicsit előre szaladok 2026-ra is, sikerült megvalósítanunk, akkor úgy hiszem, hogy érdemben is tudunk javítani Magyarország és szabolcs már Beregvár megye egyre nehezebb helyzetén. Képviselő úr, köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc közelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, akkor többek között a Szatmári térség óriás beruházásaival is foglalkozunk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!